3 év alatt érte el céljait a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége, hiszen 2009-ben törvényben rögzítették a magyar jelnyelv használatát, ami azóta folyamatosan fejlődik. Kutatások indultak és oktatásokat is szerveztek. Idén júliusban pedig a parlament egyöntetűen fogadott el egy fontos törvénymódosító javaslatot, amely szerint jelnyelvből is lehetséges nyelvvizsgát tenni. Az államilag elismert nyelvvizsga lehetősége nem csak sikert személyeknek volt nagy eredményt, hanem a magyar jelnyelvnek is, és a magyar társadalomnak is. Megjelent egy újabb nyelv, amiből vizsgát lehet tenni, ami 10 000 sikert és 60 000 súlyos nagyot hallóval történő kapcsolattartást tudja megkönnyíteni. Szükség lenne olyan szakemberekre is, akik a hivatásuk gyakorlását magas szintű jelnyelvi tudással tudnák végezni, például a segítő szakmákban, a szociális és egészségügyi területeken. Kelet-Közép-Európában az első között vagyunk, ahol megvalósul mindez. Nyugat-Európában és Amerikában ez már megvalósult korábban is. Magyarország most felzárkózik, fejlett nyugathoz ebben a témában. A jelnyelv szélesebb körben való megismertetése sokat segíthet az előítéletek lebontásában. Segíti a halló és siket emberek közötti kapcsolatok erősödését és a kölcsönös megértést. Szinttől függően 300-800 óra alatt sajátítható el a jelnyelv használata. A jelnyelvet kizárólag képzett anyanyelvi jelnyelv használó oktatók tudják hitelesen átadni. Tehát a képzéseken kizárólag hallássérültek oktatnak, akiknek anyanyelve a magyar jelnyelv. A jelnyelv elsajátításához legalább annyi energia, tanulás és idő szükséges, mint bármelyik más hangzó nyelvekhez. A sikerközösségben a kommunikációra is szükség van, hogy a tudás beépüljön, tehát részt kell venni a közösségben. Az is fontos, hogy minél több jelnyelvi oktatóval és minél több jelnyelvi oktatótól tudjanak a hallgatók tanulni, és minél több jelnyelv használó siket személlyel kommunikáljanak a tanulási folyamatok során. Tehát ez a tanulási folyamat a szintektől függően 3-4 évet is igénybe vehet. De természetesen az egyéni különbségek is számításba jöhetnek. 2021. július 1-e után lehet leghamarabb államilag elismert nyelvvizsgát szervezni jelnyelvből. Hamarosan kezdődik a törvény végrehajtásának folyamata, tehát az elkövetkező időszakban komoly szakmai egyeztetések során alakítják majd ki azt a szabályrendszert, amely a jelnyelvből tett államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik, és illeszkedik a hangzó nyelvekre vonatkozó nyelvvizsga szabályozáshoz.